A Mikulás gyár egy gigantikus karácsonyi ajándékelosztó központ, mely szórakoztató attrakciók közepette fogadja a lakosság ajándékait, és azonnal továbbítja a rászorulóknak a Magyar Vöröskereszt segítségével. Ennek köszönhetően a szervezet újbudai központja idén 100 kerületi nagycsaládos és 300 idős ember számára tette emlékezetesebbé a karácsonyt. A rászorulók élelmiszerekkel, játékokkal és könyvekkel térhettek haza. Rengeteg játékot és nagyon sok tartós élelmiszert is kaptunk, ezt csomagoltuk be. A kerületünkben körülbelül, pontos számot nem tudok, de 100 nagycsaládosnak adtunk óriási csomagot, amit hamarosan át fogunk adni még egy 8 gyerekes családnak, mert most értek csak rá eljönni, plusz egy 300 nyugdíjas ágyhoz kötött, lakáshoz kötött ember kapott csomagot ebből. Ezt még kiegészítettük a Vöröskereszt keretéből is. Nagyon sok játékot osztottunk, ahogy most is lehet látni, jöttek a gyerekek, már második napja jönnek rendszeresen, és még mindig nincs fogytán, hála Istennek rengeteg van. Ezzel készültünk, azon kívül élelmiszerutalványokat vásároltunk, és a rászoruló családoknak ezt adtuk át, és azt vásárolunk át, ami jól esik. A kerületünkben élő önkéntesek azok az emberek, akik véleménye alapján valakit rászorultként kezelünk. Ők ismerik a lakókörnyezetükben, sok gyerekük van. Ez nem jelenti azt, ha valakinek jó fizetése van, anyukának, apukának is van 8 gyermek, hogy ez nem szorul még segítségre. Rászorultnak tekintjük azt az embert, akinél elveszett a munkahely, nincs munkahelye. A gyermeknek nem tudja befizetni a napközi díját, bár abban az önkormányzat sokat támogat. Rászorult az, akinek olyan 50-60 ezer forintos nyugdíja van, és a rezsiköltségre éppen ez elég. És ezek a szerény, olyan rászorult emberek, akik nem kérnek, hanem megvárják, hogy felkeressük őket. Ezért vannak a vöröskeresztes önkénteseink, és most őket segélyeztük nagy örömmel. Nagy Anna Mária két gyermek boldog édesanyja. Hamarosan újabb gyermekáldás elé néz. Nehéz anyagi körülményei miatt rászorulónak számít. Ő nem csak karácsony tájékán kér segítséget a Vöröskereszttől, hanem jóval gyakrabban. Mint mondja, sokszor még pelenkára sem telik. Ilyenkor a helyi szervezet segíti ki őket adományával. Mi azért vagyunk rászorulók, mert mi ez év márciusában költöztünk a kerületbe, mert kaptunk itt egy önkormányzati lakást, és a férjemmel együtt sajnos nem tudtunk anyagi megélhetést biztosítani magunknak, és amikor már mindenki tehát bejöttem az önkormányzathoz segítséget kérni, és azt mondták, hogy 2-3 hét után eljöttem a Vöröskereszthez, és aznap olyan sok támogatást adtak nekünk, amiről nem is álmodhattunk volna, és kihúztak minket a krízis helyzetből, és ezt nagyon szépen köszönjük nekik.